Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint egy ilyen webkamera teszt lesz. Nem nézek a kamerába, mert fent van, de mindegy, nem is az a lényeg. Na szóval, válaszolok a kérdésekre, amikre már nagyon régen hagytatok ki. Amit már nagyon régen hagytatok, úgyhogy most már jönnek válaszok. Az első kérdő Wolf volt, hát ő megkapta a válaszát ott, ahol feltette, úgyhogy ez nem lesz. Következő kérdő, Atloner volt, közben én itt ficánkolok. Atloner, miért nem Passatot vettél Bora helyett? Azért nem vettem Passatot, mivel az nekem már nagy, illetve árban nekem az nem volt megfelelő, a másik szempont pedig az, hogy nem tetszik. Ennyi. Törölt felhasználó. Tessék, én is már egy kérdést vagy kettőt teszek. Mit szerettél az Encore-ban? Hát az Encore-ban szeretek úgy nagyjából azt, hogy tele van filmekkel, meg játékokkal, meg minden baromsággal, ami kell, úgyhogy ezért szeretem az Encore-t, meg azért jó felnézni így a hírfolyamra is, mert annyi baromságot látok sokszor, hogy az csodálatos. Tehát kb. Ezért szeretem meg. Hát valamikor jó a társaság, de valamikor ilyen kis gyökér trollok vannak, amik ugye nem szimpatikusak. Mióta torrentezel és mi az oka? Hát legalább 10 éve, de szerintem több, hogy torrentezek. Több mint 10 éve. És mi az oka? Hát csóróság. Most figyeljetek, vidéken, ki a fasznak van kedve, meg hogy érek el olyat, hogy megvegyek játékokat, programokat, filmeket, meg ilyenek. Meg amúgy is, amilyen árban vannak, a hülyének se éri meg, hogy megvegye, csak tényleg azt, ami nagyon fontos. Nem mondom, mert azóta elég sok mindent megvettem már, úgyhogy tehát van ebből is olyan, hogy amit megvettem, meg amit nem. De azért így a többsége még mindig az, hogy a pénzügyi okok miatt kezdtünk el torrentezni, szerintem így van ezzel más is. Hobbit, milyen nő jön benne, neked már volt ilyen kérdés, blablabla, bla, bla. Jó. Alvin kérdezte, hogy rámész a videóra, mint gyorsan, ez még mindig válasz Wolfnak. DJ DDJ Tommy. Jössz az Untold Fesztiválra? Nem megyek, nem sikerült jegyet venni, nem sikerült szabad napot venni, nincsen pénzem rá, úgyhogy nem megyek. Mire vagy allergiás? Az idiótákra, de azokra nagyon-nagyon allergiás vagyok, illetve a paprikás chipsre, meg a porra, de annyira nem vészes. Van-e tetkód? Ha nincs, szeretnél. Nincs tetkóm, volt, amikor szerettem volna, de már nem szeretnék, úgyhogy nem is lesz. Wolf, ez még mindig válasz, tutoriál, stb. Tehát akkor ez a kérdés ennyi. Na, következő kérdések. 0-0-0, nem mond, számolom meg hány nulla. Hogy érzed magad most, hogy meleg van? Szarul, mivel utálom a meleget, úgyhogy nem érzem jól magam egyáltalán, nem szeretem a meleget, ezért utálom a nyarat is. Legyen inkább mindig tavasz vagy ősz, vagy akár tél. Csak nyár, nem, mert rühellem ezt a kurva meleget. Mennyivel erősebb az új autó, mint a régi volt? Hát kb. A duplája. 10 lóerő hiány, úgyhogy van erő benne, és imádom. Hol laknál szívesebben? Ott, ahol most vagy, Magyarországon? Őszintén megmondva, itt se, ott se. Tehát én, hogyha szívesen laknák, az valahol a tengeren túl lenne, vagy óceánon túl, mondjuk úgy inkább, tehát Amerika lenne úgy nekem az ideális célpont, amit ott szeretnék lakni szerintem, mert itt, ahol élek, ez egy szargödör, Magyarország sajnos, azt kell, hogy mondjam, az se sokkal különb, úgyhogy, de azért, ha választanom kellene Magyarország, vagy itt, ahol élek, hát inkább Magyarország. Hiába mondjátok, hogy ott nálatok, jaj, de szar, meg így, meg úgy, hát higgyétek el, hogy itt még szarabb. Milyen szempontok alapján választottad ki az autót? Hát nagy csomagtartó, jó motor, nézen ki úgy, ahogy szeretném, mivel én erre a Borára már nagyon régóta vártam, már mikor megjelent, nagyon tetszett. Úgyhogy ezek voltak az első szempontok, és az, hogy sötét színű legyen, az, hogy feketét sikerült találjak, az maga töké. Úgyhogy ez volt a cél máskülönben, hogy lehetőleg valami nagyon sötét színű autót, tehát feketét, hogyha van rá lehetőség, és összejött. Mondjuk ez is egy különös, hogy sikerült megtalálni ezt az autót, de ez egy másik videóban. Felteszitek a kérdést, válaszolok rá. Mióta vagy együtt a barátnőddel? Hát most már több mint 4,5 éve. Hála jó égnek, és remélem ez még
míg a világ így marad. Kedvenc ételed és italod. Kedvenc ételem sonka, kedvenc italom, hát szeretem az energiaitalt, bár az asszony mindig lebaszért, hogyha azt teszek, iszok. Máskülönben olyan nagyon nem vagyok ilyen kedvenc így, meg kedvenc úgy, nagyjából mondjuk az erős kifejezés lenne, hogy szinte mindent megeszek, meg megiszok, de azért nem vagyok túl válogatós most már. Régen voltam, de most már nem. Ha lesz következő autód, az milyen lesz? Hát remélem, hogy nagyon sokáig ez fog maradni, úgyhogy nem gondolkodok még azon, hogy milyen lesz a következő autó. Hogyha lesz, az valószínűleg valami még erősebb lesz. Picit még tágasabb, mert akkor már ugye családra is gondolok úgy, hogy jobban, mint most. Tehát gyerek, mit tudom én, szóval valami kombi vagy családautó lesz. Lehetőleg sok lóerővel. De így egyelőre nincsen semmilyen preferenciám. Te is úgy látod, hogy megváltozott a hírfolyam, és csak a kötekedés megy. Sokat ról, ezt meg kell szokni, vagy megszoksz, vagy megszoksz, engem nem zavar, nem érdekel, én is trollkodok. Azzal, aki megérdemli, ugyanúgy viselkedek. Tehát ez így működik, és szerintem így kellene felfogni ezt mindenkinek. Ki a legnagyobb ellenséged enkoron? Nekem nincsen ellenségem se enkoron, se máshol, úgyhogy tehát nincs ellenségem. Még akit úgymond gyűlöltem, azt is elő vagy utóbb úgymond megkedvelhetek, vagy elmúlik ez a gyűlölet, úgyhogy nincs ellenségem. Kiben csalódtál addig a legnagyobb a tenkoron? Úgy senkiben, mivel senkivel nem volt olyan viszonyom, hogy tudjak benne csalódni. Remélem ez így is lesz. Milyen magas vagy? 1,80 valamennyi. Nem mértem már legalább 6 éve magam, de akkoriban voltam ilyen 180 körül, azóta nőttem még egy kicsit, úgyhogy 180-185 körül tippelni. Köszönöm, ennyi kérdése lenne első körben. Én is köszönöm. Remélem kielégítő választ kaptál. Revolus, nem. DJ Tomi kérdi ismét, hogy jóba vagy a nyósoddal? Igen, jóba vagyok, ami igazából csodának számít, de jóba vagyok vele. És nincsen semmi probléma. Na, Rockstone, baj, ha törőlek, mert újabban tök értelmetlen hírfolyamaid vannak. Módosítást, olyan hírfolyamaid vannak, amik számomra nem bírnak információtartalommal. Nem baj, hogyha törölsz, de igazából szerintem vannak érdekes posztjaim is hébe-hóba. De most ez mindenkinek a szívjoga. Eret nem fogok vágni miatta, bár szimpatikus gyerek vagy. Renegade, Csabinak instantban. Oké. Okay. Kurultaj. Van chatroulette-es videót, ha nincs készítel a jövőben, csak azért, hogy lássuk idegenekkel, hogy tudsz dumálni kb. 1-2 órán keresztül. Nincs és nem is fogok chatroulette-ezni szerintem, illetve az, hogy kivel, hogy beszélek idegenekkel, ez szerintem rám tartozik, illetve arra, kivel kommunikálok. De amúgy igazából szerintem tök el lennék most, ez olyan dolog, hogy ki nem szarja le. De majd lehet, a kedvedél lesz egy ilyen chatroulette-es videó, bár kétlen. Az előző bénye csak én mondom, ja igen, linkelt itt egy ilyen cuccot. Amúgy meg ilyen 2-3 órás videó kizárt, hogy lesz, úgyhogy úgyhogy ennyi. Na hát nincsen több kérdés, majd ha lesz még kérdésetek, tegyétek fel, én úgyis kiírom posztból, mikor lehet kérdezni, úgyhogy hajrá. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!